Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a felvétel egy aktuális jóslás. A fő téma itt látható középen, és jelenti az életerődet, a bátorságodat. Azt is jelentheti, hogy te adsz másoknak erőt. Itt ez a lelkész utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre, akkor itt vannak a szerződések. De ez a lelkész jelentheti azt is, hogy ő esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Sőt, itt látható a házasság, lehet, hogy ez a terve, és itt van a meghívó, vagy ez a hír. Ami téged illet, ha egy hölgy vagy, akkor itt megvannak a vágyak, az elképzelések, a remények. Vársz egy hírre, és lehet, hogy ez a hír külföldről jön, hiszen itt látható az utazás. Ez az utazás jelenthet nyaralást és külföldi kapcsolatokat. Az is előfordulhat, hogy valaki szeretne meglátogatni téged. Amit ez a kártya még jelent, a változások. Ez lehet egy új út, egy új irány, esetleg egy költözködés. Ami a jövőt illeti, itt látható. Megvan a remény arra, hogy minden jóra fordul, és itt vagytok, mint egy szerelmes pár, tehát ő a lelki társad, és te vagy a lelki társnője. Itt megjelenik a hűség is, és mint mondtam, a remény. Azon kívül a pénz, az anyagiak, és javulni fog az anyagi helyzet. Ez lehet nyeremény, vagy lehet egy munkahelyi változás, ahol több lesz a pénz, de ez a pénz utal a belső értékekre is, hiszen azért van melletted, mert értékes vagy számára, és itt van a hűség, tehát melletted marad. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!